Sziasztok, Hakás Dive vagyok, és egy újabb játékkal érkeztem nektek, ez a Stonehell. Egy pixel játék, aminek lényeg az ugye, hogy felépítjük magunk körül a kis városunkat, és etetjük a kis bábujainkat, úgymond, és figuráinkat, nagyon kis furi játékról van szó. Mint láthatjátok, én úgy neveztem el őket most így jelent pillanatban, hogy csíkszeműek. Na, vágjunk is bele. Na, megnézitek. Ezzel az eszközzel tudok parancsot adni. Hogy szeretnék-e fát vágatni, vagy bányászatni, vagy kaját szedni. Ugye azt is kell, hogy nehogy tönkre. Ó, tönkre nehogy ilyen halljanak a csíkszeműek. Egyébként grafikailag nincs nagy igénye a játéknak. Az animálás se valami hűdefasza. Az igen, az meg bearanyozódott. Érdekes szituáció kezdődött itt az elején. Ha megnézitek, azokkal a gombokkal lehet sima play, megstoppolni a játékot és gyorsítani. Raktam egy tüzet. Nehogy megfagyjanak, mert ugye ők nem alszanak este, csak melegednek. Az is vicces mondjuk, de mindegy. De majd időben megtanulnak aludni is. Na, vágjunk is bele akkor az építkezésbe. Megépítem én a kis saját dzsindzsásomat. Úgyis neveztem el a pályát, hogy Hákás Dávid dzsindzsás. Na, tegyünk le egy raktárat, amiben fogjuk pakolni a cuccainkat, fát, követ, kaját. Na, látjátok, hogy azt a hármat kijelöltem. Fa, kő és élelem. És ért. Tehát rakok elnézést, elbasztam. Semmi probléma. Ezt a hármat, hogyha berakjuk, így külön tudjuk válogatni a raktárunkat. Tehát ha megnézitek, itt ki tudjátok választani, hogy azon a raktár részen miket lehessen csak tárolni. És megnézitek a konstrukción, tehát a ház építő elemei fognak belekerülni arra a részre. Ezt leokézzátok szépen. Most pedig csinálok egy kajást, hogy csak a kaja legyen, így jobban áttekinthető lesz az egész. Meghagyjátok a fúrót, láthatjátok kenyér, hús, sör és alma lesz benne. Ezt is így meghagyjuk, és sokkal jobban áttekinthető lesz az egész. Már láthatjátok, hogy meghagyják bele fel a kavicsot. Ó, de hogy sprintelnek meg fa. Egész jól telik megfele. Na, elérkeztünk odáig, ugye, hogy bemutatom nektek, hogy mi az a skill fa ebben a játékban. Tehát itt tudjátok a skilleket kifejleszteni, hogy legyen fűrészetek, gyorsabban tudjátok bányászni, legyen asztalos például, hogy tudjátok majd a katonáknak kardot gyártani, de ugye a goblinok ellen meg kell majd magunkat később védeni. Volt egy régen egy játék, amiről videóztam, az egy nagyon kis furi játék volt, a Castle Story. Na, azt próbáljátok ki mindenképp. Feltelmesen jó játék. Én imádtam, csak sajnos nem fejezték be. Most pedig ígyunk is egyet. Hát tudjátok, hogy az asztalos felé megyek el, mert ez légfontosságú. Ezt hozzágatok ki tés legelsőnek, amint tudjátok. Na, le is pecsételtem, hogy asztalos legyen. Átváltozott. Most pedig leteszem neki a craft asztalát, ahol tud majd csinálni egyéb feladatokat, mint például a fűrészelés. De nézzétek meg előtt a szemét. Kelljetek már fel, mi van? Hát miért dolgoztatok? Már kimódeltek, vagy mi van? Haló. Meg rátette a fejére bazen a fát. Az igen. A cundikál simán a fejével egy fél fába. Az asztalosok futóversenyt rendeztek. Na, megvan a kraftoló kis doboza.
Na itt az asztalosnak, hogyha belemegyünk a kis menüjébe, ki tudjuk választani, hogy miket készítsen. Fakardot. Aztán a kardos legény, ami a farmernek kell, azt is ki tudjuk hozni, és akkor ott írja arról, hogy évvel tudjuk raftolni. Elsőnek csináltatok 10 darab ágyat. Ahogy elkezditek nézni, láthatjátok, hogy van a külön karaktereknek experienciája, tehát minél többet dolgoznak, annál jobban fejlődnek. Tegyetek az experiencia már 800, és a 80 a 400-ból egyre jobban ki kell fejleszteni, már 110. És akkor is szépen-szépen elkezdenek fejlődni. Ami ugye hosszú távon nekünk jó. Azt a mennyi fa. Le kell küldenem őket kajáért, mert rosszan éhendőbenek. Szegények. Most húzok ki egy farmot, ezt is húzzátok ki. Ugye nagyon fontos, hogy termelje a kaját. Itt ki tudjátok választani, mit szeretnének ott termelni, legyen mondjuk kukorica. Itt mindig jó, ha van. Ebből egy egész sorozatot fogok csinálni, hogyha lesz rá elég néző, tehát ha azt látom, hogy nézitek és érdekeltiteket, akkor írjátok meg kommentben a videó alá. És akkor csinálok neki egy egész sorozatot az én kis csinzsásomról. Mert ugye tőletek függ az, hogy mit szoktam folytatni, vagy mit nem. Azt tudjátok, hogy a Wildhunderre vagyok specializálódva. Most már egyre többet lesz majd livestream, tehát megpróbálok minden héten egy darab livestreamet beszúrni. Akár ebből a játékból, akár másból is. De még úgy néz ki, hogy ilyen 2-3 hetente lesz livestream, még be kell állítanunk a grafikát. Ugye a bit sűrűséget, hogy gyönyörűen láthassátok azt, amit én csinálok a monitoron. Tegnap sokat kínlottunk a Wildhunder miatt. Úgy néz ki, hogy megoldódni látszik a probléma. Elkezdtek támadni a goblinok. Mindjárt folytassuk is tovább, amit elkezdtem, csak most támadnak. Lopja a fát a kis szemét, gyere vissza! Lenyúlta a fakardot. Ilyenkor van az, hogy ellopják, hogy tüzeljenek vele. Nem tudom, hogy miért a fakard a legjobb. Eltüzelt a szemét. A fene a pofád. Na, most felkeltem a parasztjaimat, hogy támadjanak. A hatra lehet őket gerjeszteni. Csicsa, tűzs már le! De most mi van? Megidézted a kardot? Na, végre, hogy felkaptad. Kapd el, gyingyás! Ott a goblin fülű! Kapd el! Csicsa! Tűzs le! Na, vágd már pofán! Szép! Na, level 1-es. Plusz 20%-kal nagyobb a tűt. Plusz 10 HP. Na, menjél vissza, fingós. Melegedni, mert úgy látom elfáradtál. Igaz, hogy mondjuk egy boxolás után bemelegszik az ember. Na, akkor építsünk is egy házat. Ez a kajáda, ahol be tudnak menni kajálni, a többi az pedig lakóház. De én nem foglalkozok ilyen elkészített építményekkel, amit csak fel kell hoznom, mert építik is sajátod. Egy olyan szebbed, minél praktikusabb és minél szebb legyen. A streamre visszatérve sokan kérdeztétek, hogy mikor lesz stream, mikor lesz jobb grafikája a streamnek. Hát úgy néz ki, hogy a Twitch TV nem fog streamelni, mert a Twitch TV-t mindenki szídja, mert hogy szaggat. Nem is tudtuk beállítani rendesen, hogy ne szaggasson. Még prémium fiókkal is szaggat. Viszont állítunk, hogy a Quicksync-et be lehet kapcsolni a processzorommal, ami nekem van, és azzal tudok egy már streamelni. Tehát ilyenkor nem terheli a videókártyámat, és egy gyönyörű képet tudok nektek átadni. Ez a tegnapi stream alkalmával láthattátok.
hogy majdnem ugyanolyan képet láttatok, mint ami nekem van a gépen, amikor játszom. Tehát ezen majd még fejlesztünk. Láthatjátok, egy gyönyörű szép nagy lakást fog építeni. Ablakokkal, mindennel. Csinálom kell egy szövő palasztot. Akkor kiszőrni fog, ehhez pedig ezt kell. Ez a Weaver spindle. Nem nagyon jó az angol kiejtésem, de majd megszokjátok. Úgyhogy köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott. 1044 feliratkozó van már a csatornán. Tényleg köszönöm mindenkinek, aki feliratkozott. Remélem, hogy nézitek is a videómat. Bár mondjuk majdnem minden videóm 6-700 megtekintéses, aminek azért örülök. Mindenkitől azt kérem, hogy osztsa meg a csatornámat, akár ezt a videót is. Ezzel is segítve nekem egy kicsit, és ezt köszönöm is. Mint hogy a korábbiakban is segítenetek. Ezzel feliratkozó, ha majd csinálni fogok valami olyan videót, amitől úgymond. Meg lehet ünnepelni az elfeliratkozót. Még gondolkozok rajta, hogy mi legyen az, de ti is mondhattok ötletet, hogy mit szeretnétek látni. Kértétek a World of Tanks-ot rengetegen, meg nagyon sok játékot, hogy hasonlítsam ezt a Waltendőrrel. Nem szeretném ezt hasonlítani a Waltendőrvel, úgy érzem, hogy a World of Tanks az két külön kategóriát képvisel. Két külön kategóriát képvisel, meglátjuk. Hogy lesz róla. De amint letöltöm a World of Tanks-ot, szerintem fogunk egyet csinálni, úgyhogy az öcsém fog játszani, és én meg kommentálom, mert jobban ért a World of Tanks-hoz, én nem értek hozzá. Sőt, életemben 5 percet játszottam vele. Hát is fogjátok majd látni. Na, térünk vissza a játékhoz. Sajnos elég időigényes, még az ember felépíti magának kis gingersát itt a prérén. Átadjátok a kis csávót, meg ássa felfele a földet. De durva, ez itt pörög össze-vissza. Jó, néznek, mint ilyen kis pici legók. Nagyon cokik, bár sajnálom, hogy a szájuk nem mozog. Mindegy, egy csík a szeme. Legalább valami kis pizza animációt vihettek volna bele, mert mondjuk az a játék még alfa. És hiszem a 6-os szériában jár alfa 6. Na, az képest egész jó, tehát ilyen könnyebb gépek is elviszik. Már nekem ilyen Minecraft visszaütése van, csak nem 3D-ben, amit utálok. Minecraftot. Persze mindenkinek egy ilyen döntés, hogy mit szeretnék, nem? Én már 24 évesen nem nagyon szeretem ezt a játékot. Egyébként forrested is kérdetek, az is lesz, bár az előző forrest videómat elég kevesen nézték, meg nem tudom, hogy miért. De hát, ha legközelebb itt megcsináljuk már jól. És úgy lesz nagyjából, hogy úgy tervezem most már a videózást, hogyha nem ér el a játék, amit belekezdek, tehát mint például ez is nem ér el nagyjából egy olyan 3-400 megtekintést, addig nem folytatom. Ezt ugye úgy tudjátok elérni, hogyha titeket érdekel, hogy megosztjátok a csatornát, és akkor biztos, hogy lesz annyi megtekintés, hogy látassátok, hogy mi lesz a folytatás. Ezt úgy gondolom, hogy minden videósnál így van, tehát nekem ez idő,
ezt így felveszem meg minden, és nekem azért jó látni azt, hogy nézitek vagy nem. De ha nem nézitek, akkor fölösleges folytatni. Álló Istenek, a Vált András videóimat azt szeretni szoktátok, 6-700 megtekintés általában szokott lenne egy videó, amit felteszek, és azt ilyen 2 nap alatt. Azért az egész jó. Na, elmentem fát vágatni. Itt nagyon álmomba. Hát a gyerek, hogy már telik is megfelel a fatároló. Nagyjából, hogy az elején ki kell válni. Még azért a nagyjából felépítjük itt a dolgot. Úgyis arra lesztek kíváncsi, hogy mi lesz a házzal, ha felépül. Hogy fog kinézni. De szerintem nagyon jó. Be lehet állítani, hogy milyen színe legyen a háznak. Ó, az igen. Be lehet állítani, hogy milyen legyen a tető. Nem tudom, hogy mi értelme van. Én gondolom, hogy össze akarod forgatni a házat, akkor biztos, hogy már egy érdekes, hogy becsap az oldalába az eső, mert felázik a ház egész oldala. De jó, ez így. Király. Meg kellene csinálnom a fejlettebb ágyat, vagy jobban szeretnék feküdni. Nem nagyon van rá idő, mert ugye sok mindent kell még itt az elején lerakni, megépítetni. Az igen, mi majdnem azt hittem, hogy szaggat. Nem csak töltötte be fel a textúrát. De szép kék lett ott az értető. Az eleje. Királyon fog kinézni meg a tetej is. Na, elérkeztünk odáig ugye, hogy véget ért az első kis bemutató videó róla. Nagyjából 20 percre satszolom, hogy ennyi lehet. Vagy fél óra. Ami lényeg, hogy osszátok meg ezt a videót. Remélem, hogy tetszett, azért gondolom, hogy akartatok, azt hallhattátok, szerintem segíteni is tudtam benne, azt ne várjátok el, kérem, hogy őrjönjük, mi közben gameplay csinálok, mert senki nem szeret, hogy jaj, leraktam egy követ, oh, ó, Istenem, kiásta a fűret, meg izé. Ezt ne várjátok. Van egy pár ilyen idióta, aki így csinálja. Azokat én nem szeretem. Na. Várok titeket egy következő folytató videóval. Ha meg lesz a megtekintési szám, akkor folytatom. Remélem, hogy tetszett. Lákes Dájt voltam, és sziasztok!